Szakmai gyakornokként kerültem a Turinform irodába. Éreztem azt, hogy szeretek másoknak mesélni, az utazásaikat segíteni, viszont ez volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy a Turinform iroda az a hely, ahol nem csak máshova tudom elküldeni az embereket, hanem az ide érkező vendégeknek tudom megmutatni a szeretett városomnak a szépségeit, az értékeit, és fel tudom hívni a figyelmet a városunk különlegességeire. Nagyon sok apró tulajdonsággal kell rendelkezni ahhoz, hogy igazán jó Turinformos kollega legyen valakiből. Fontos a kapcsolatteremtő képesség, a kommunikációs képesség, a probléma megoldás, a frappáns ötleteknek a megtalálása, de emellett legalább ennyire fontos a nyitottság. Nagyon fontos, hogy lelkesedni tudjunk a jó ötletekért, és a kitartás is fontos, hogy ezeket az ötleteket meg tudjuk valósítani, és akár ezekből az ötletekből tényleg igazi turisztikai termék lehessen. A legnagyobb szépsége talán az, hogy azért a városért, azért a térségért dolgozhatok, ahol élek, amit szeretek, amit gyerekkorom óta ismerek, aminek a minden zegét, zugát sikerül bejárni. És talán a különleges szépsége az az, hogy sikerül megmutatni a saját szememen keresztül, felhívni az embereknek a figyelmét olyan dolgokra, amire ők maguk nem is gondoltak volna, és mindezt úgy megtenni, hogy visszaváró vendégszeretettel forduljunk feléjük. Szeretem a pörkös napokat. Szeretem azt, hogy múlik az idő, és ezt nem veszem észre. Szeretem, hogyha a reggelből hirtelen délután lesz, és igazán akkor jól sikerült egy munkanap, hogyha ebből a napból nem emlékszünk másra, mint a vendégek elégedettségére és a mosolyára.